Nem, angol száz költött. Költött? Ez már az emelt magyarnak a hatása. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban végre valahára a Barangolás Európában kis videósorozatomat fogom folytatni. Mert még valamikor, októberben, novemberben végre elindítottam ezt a videósorozatot a Nagymamám azt üzeni, bocs, című könyvvel. Az lenne a célom, hogy olvasok minél több nem angol szász írótól, és úgy gondoltam, hogy akkor elkezdem Európával, és az első könyv, amit olvastam, az svéd könyv volt, és most még indítottam hozzá majd egy kihívást is, úgyhogy ha valakit esetleg érdekelne, azt lelinkelem a leírásba, és most elolvastam egy finn sorozatot is, mert eredetleg úgy írtam össze magamnak, hogy először észak-európai könyveket gyűjtöttem ki, hogy majd elkezdem csinálni a Barangolás Európában. Tavaly novemberben elolvastam az első könyvet, és így annyiba is maradt azóta. De most végre olvastam új könyvet hozzá. Ez pedig nem más volt, mint... és nem tudom finnül, hogy kell kiejteni a nevet, úgyhogy mondom ilyen fonetikus szerűen, ez Sala Simukkától volt. A Hófehér trilógia, mert elolvastam mind a három részét, mert nagyon megtetszett. Az első rész volt a Vérvörös, a második a Hófehér, és a harmadik volt az Ében fekete. Ez alapján ilyen hófehérke kis retelling újraírásnak tűnik, de egyébként nem az volt, csak ilyen kicsit hófehérke meseszerű környezetet, részleteket varázsolt az írónő a könyvhöz. De amúgy semmi köze a hófehérkeséghez. Illetve hát a meséhez, meg ezekhez. Megpróbálom spoilermentesen kifejteni a véleményemet ezekről a könyvekről, így lehetőleg minél tovább, de hogyha majd áttérek esetleg a spoileres részre, akkor majd kiteszem ilyen nagy pirosban, meg van egy ilyen kis cuccom, amit ide ki tudok tenni a sarokba, amikor spoilerek jönnek, hogyha valaki nem szeretné megnézni a spoileres részt és spoilereket hallani, akkor az nyugodtan ki tudja kapcsolni a videót, amíg el nem olvassa a könyveket, és akkor visszatérhet. Annyira örültem ennek a három könyvnek, mert januárban elég silány olvasásaim voltak. Mármint ezt úgy kell érteni, hogy januárban egy könyvnek adtam 4 csillagot, egy könyvnek adtam 5 csillagot, azt is csak azért, mert újraolvasás volt, szóval nem volt meglepő, hogy 5 csillagot adtam. Minden más 3 csillag volt, de az is jó indulattal 3 csillag és 3 csillag alatt, szóval elég elkeserítően nézett ki Goodreads-en a kis kilistázás, hogy 5-4-3-2-1, és annyira örültem, amikor elolvastam ezt a 3 könyvet, és mindegyikre 4 csillagot tudtam adni. És ennek nagyon örültem, mert ilyen felemelő érzés volt, hogy csak találtam idén jó könyveket is. Ez az! Akkor térjünk rá a könyvekre. Alapvetően ez a 3 könyv egészen különálló, és a főszereplő, akinek nagyjából végig a szemszögét követjük, ő az, aki összekapcsolja a 3 kötetet, ez pedig Lumikki, és hogy a hófehérke dolog látszódjon, a Lumikki az finnül a hófehérke. És ezek ilyen bűnügyi-szerű, krimiszerű regények voltak, és a legjobb dolog az volt ezekben, hogy nem voltak ilyen nagyon elnyújtott, hosszú cselekményű könyvek, amikbe a végére beleun az ember, mert már az első 100 oldalon kitalálta, hogy mi fog történni, hanem azt hiszem ilyen 280 és 200 oldal között mozgott a 3 könyv, illetve az első 2 az kicsit hosszabb volt, a harmadik az viszonylag ezekhez képest rövidke volt. És hát az első könyv arra fókuszál, hogy Lumikki belekeveredik egy nem saját akaratából, igazából teljesen véletlenül egy drogügyletbe, és hát ebből kéne valahogy így kikecmeregni, meg kideríteni, hogy akkor most mi is a helyzet. A második részben Prágában vagyunk, és ott játszódik a cselekmény. A harmadik részben meg megint visszatérünk Finnországba, és ott pedig Lumikkit, hát nem tudom, azt hiszem a zaklatásra a megfelelő szó, hogy zaklatják per zsarolják, és hát ebből van a bonyodalom.
És ez így nagyon tömören az első három könyv, vagy hát ez az a három könyv története. Akkor spoilermentesen, ami számomra nagyon pozitív volt ezekben a könyvekben, az egyrészt tényleg az, hogy tömerek voltak. Tehát nem törekedett arra az írónő, hogy ilyen nagyon hosszú könyvek legyenek, amikben igazából semmi nem történik, a karakterek pedig annyira hülyék, hogy nem találják ki az egyértelmű dolgokat se, hanem tényleg az volt, hogy Lumikinak vágott az esze, összekötötte a pontokat, mert általában egyébként úgy volt írva, hogy az olvasó is tudta, hogy mi áll a dolgok hátterébe, és nem az volt, hogy te tudtad 100 oldalon keresztül, hogy mi fog történni, meg hogy mi minek az oka, mert a következő fejezetben Lumiki egyből kitalálta. Tehát így nem volt ez az érzésed, hogy többet tudsz, mint a fő karakter, akinek a nyomozása a célja, hanem tudta ő is, meg te is tudtad, hogy mi fog, vagy hogy nem az, hogy mi fog történni, de hát, hogy igazából a rejtének a puzzle darabkáit azt így egyszerre lehetett összeszedni vele együtt. És ez nagyon jó volt, mert az kiakasztott volna, hogyha kitalálom már a legelején, hogy ki kicsoda, meg mit csinált, meg ilyenek, és akkor ők meg nem jönnek rá, tehát a szereplők nem jönnek rá még 200 oldalon keresztül, mert az elég el tudja venni az olvasási élményt, hanem nem, tényleg Lumiki rájött, és nagyon jól meg is oldotta, és egyébként egy nagyon belevaló kiscsaj is. Kiscsaj? 17 éves a könyvekben. 17-18 között mozog így a három könyv alatt. És egyébként meg is szerettem őt, mert nem köntörfalazott. Nagyon, nagyon jó karakter volt, tényleg nagyon jól meg volt írva. És ami még nagyon tetszett, főleg az első kötetben, hogy nem nyomta túl az írónő sem a young adult jellegét a könyvnek, se ilyen szerelmi szálat nagyon nem épített be, ami elvehette volna, mert ott az elején egy kicsit aggódtam, hogy megjelent az egyik fiú karakter, és ott gondolkodtam, hogy na most vajon közte meg Lumiki között lesz-e valami. És ez most lehet spoileres, de akkor bocsi. Szóval, de nem volt. Semmi, még csak nem is volt rá utat. Nem, egyáltalán nem is akartok azzal semmit kezdeni, és ennek nagyon örültem. Mert az egyrészt nagyon klisés is lett volna, de ez itt teljesen jó volt. Tényleg a történet arra fókuszált, hogy Lumiki segítsen annak a három gyereknek, akik ostoba módon fogták a véres pénzt, és gondolták, hogy ez milyen jó buli lesz, és segített nekik kitalálni, hogy ki áll a háttérben, és akkor hogyan is lehetne ebből így kimenekülni. A második és a harmadik részben ez a young adult jelleg, vagy hát az ifjúsági jelleg, meg a szerelmi szál azért már bekopogtatott az ajtón, és odaért, hogy ha, itt vagyok, ami hát a harmadik könyvnél már majdnem 3 csillagot adtam csak, aztán végül is úgy lett befejezve, hogy megemeltem a csillagot, mert úgy voltam vele, hogy ez legalább egy jó kis befejezés volt. Igen, szóval azért megjelent benne. Megjelentek benne a szokásos négy fal közötti fűtött jelenetekre az utalások. Elég egyértelmű utalások. Amik nélkül én megláttam volna, de jó, igazából a történethez hozzákapcsolódott. Az első könyvről nagyjából el tudtam így mondani mindazt, amit így akartam. Szerintem nem annyira spoiler, inkább csak el szeretném mondani, hogy egyébként, amire nem számítottam a könyvek kapcsán, és így az első könyvben így halványan megjelent, és így gondolkodtam, hogy most ez az, amire gondolok. Aztán a következő két könyvben vált egyértelművé, hogy az LMBT témát is behozta az írónő a dologba, és ez így váratlanul ért, mert hogy nem tudtam, hogy lesz benne ilyen. És igazából a történet szempontjában nem is annyira lényeges ez a dolog. Hát azért de hogy így nem központi téma, csak megjelenik. És ennek tökre örültem, hogy így benne volt. És akkor most teszem ki a spoiler dolgot. Szóval, az első könyvről már nagyjából elmondtam mindent, amit itt tudni kell. Történet kapcsán más megjegyzendő szerintem nincsen. Az első könyv az volt a legjobb a három könyv közül. És akkor visszatérve az LMBT témára, meg még így az elsőhöz egy kicsit. Szóval, van egy ilyen, egyébként kitaláltam már az elején, tehát ez így a második könyv végén, harmadik könyvnek így félig a központi témája volt ez, de hogy
az első körben így sejteni lehetett, hogy Lumiki családjában van valami, ami miatt így a családtagok távol vannak egymástól, és igazából elég könnyen ki lehetett találni, hogy mi az, de akkor még nem mondom el azt se. Majd csak, hogyha a harmadik könyvhez érek. És majdnem azt hiszük, hogy ez megoldódik a második könyvben, de aztán mégse oldódik meg a második könyvben, mert mint kiderül, Lenka nem az, akinek hisszük, mert egyébként a második könyvben ilyen szektás tömeg öngyilkosságos merényletet kellene megakadályozni. És a második könyvben jobban belejön, hogy LMBT dologok is vannak itt a könyvben, ugyanis Lumikit megtudjuk még az előző részből, hogy kidobta a párja. És nagyon sokáig azt, ez így kicsit problémás volt, az első könyvet magyarul olvastam, a második kettőt angolul. És így az első könyvben így gondoltam, hogy lány dobta ki. De aztán olvastam, hogy de a könyvben angolul például fiúként van emlegetve, szóval így nem értettem, hogy mi van. Megvilágosodtam a második könyvben, mert mint kiderült, Lumikinak a pasia, Blaze, és hogy ő transgender, szóval transznemű, tehát azért szakított Lumikivel, mert hogy éppen az átalakító operációk közepén volt, és akkor ő ezzel egyedül szeretett volna megbirkózni. És akkor ezért Lumikinak pedig vannak ilyen fájdalmas visszaemlékezései, és nem érti, hogy miért dobta. Tehát hogy ezért, mert hogy őt ez az egész nem zavarta volna, és igazából összetört a szíve, és vannak fűtött visszaemlékezések, amik nélkül azért én mondjuk meglettem volna, de nem voltak annyira túlzásba vive. És a harmadik részben egyébként meg is jelenik már Blaze, és ott nagyon aggódtam, hogy itt szerelmi háromszög lesz. Mert hogy Lumikinak addigra meg lett egy pasia-pasia. És akkor ott azért ment egy kicsit a kakaskodás a kettő között, hogy most melyiké legyen a csaj. És amiért végül 4 csillagot adtam a könyvnek, 3 helyet, mert nagyon sokáig úgy voltam, hogy 3-at fog kapni, de amiért 4 csillagot kapott, az az, hogy a legvége az lett a könyvnek, hogy nem jött össze egyikkel se, hanem azt mondta, hogy akkor, mivel igazából egyikőjükben sem tudott a cselekmény során egy ponton teljes mértékben megbízni, ezért nem lesz egyikőjükkel sem, hanem még egyelőre egyedül lesz. És ez tetszett, hogy nem a kötelező, mindenféleképpen együtt kell lenniük a végén dolog volt. Igazából ja, nem is tudom, hogy melyikkel járt volna jobban. Nem mindegy. Szóval ez nekem egy tök pozitív pont volt. És a másik dolog, ami a harmadik könyvben ilyen központi dolog volt, hogy amit kitaláltam már az első részben, szóval nem lepődtem meg, hogy Lumikinek volt egy testvére. És ennek a testvérnek, hogy miért nem létezik már, ennek a rejtélye az egyik dolog, ami kiderül a zaklatása során. Szóval igazából ez is egy olyan dolog, ami a 3 könyvet összekapcsol, mert mint a 3 könyvben így vannak erre utalások, de csak a 3. könyvben derül ki, hogy mi is történt, és miért is vannak úgy a dolgok, ahogy, hogy miért volt ilyen távolság Lumiki és a szülei között. És nagyon jó volt, tök jól meg volt egyébként írva, kiveszem a spoiler cuccot, szóval tök jól meg voltak írva ezek a könyvek, és érdekesek voltak, és tényleg ez, hogy nem lettek így nyújtva, mint a rétes tészta, fenn is tartotta az olvasó érdeklődését. És ez nagyon jó volt bennük. És nem voltak a rejtélyek, meg a csavarok sem így nagyon túl gondolva, hanem jöttek természetesen. Igazából félig már az olvasó is gondolta, hogy itt akkor most lesz valami, félig már ki is találta, tehát igazából nem is ment arra az írónő, hogy ilyen hatalmas nagy, ekkora nagy eldobod az agyat felfedezés legyen. És ez egy ilyen könnyedséget is adott a történetnek, amellett, hogy egyébként elég komoly dolgokról is volt benne szó. Szóval nagyon jó könyvek voltak. Úgyhogy piros pont nekik. És akkor most már tovább mehetek majd a következő baragolás Európában célomra, ami még nem tudom mi lesz, de majd kitalálom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!